Jó napot kívánok! Én Bohata Zsuzsanna vagyok, a Horgosi Kárász Karolina Általános Iskola magyar tanárnője. Üdvözöllek benneteket, kedves ötödikesek! A mai magyar órán nyelvtanozni fogunk, mondattani ismereteiteket bővítjük. Témánk a bővítmények közül az időhatározó. Mielőtt azonban konkrétan rátérnénk az időhatározó megismerésére, ismételjünk egy picit. Megtanultátok, hogy a mondat fő részei az alany és az állítmány. Az alany a ki, mi, kik, mik kérdésre felel, egy vonallal húzzuk alá mondatelemzéskor, az állítmány a mit állítunk kérdésre válaszol, és két vonallal jelöljük. Bővítmények a tárgy, a határozók és a jelzők. A tárgyat szaggatott vonallal jelöljük, a kit, mit, kiket, miket kérdésre felel, a határozókat hullámos vonallal húzzuk alá, míg a jelzőket pontokkal. Azt is megtanultátok, hogy a határozók a cselekvés, történés, létezés valamilyen körülményét határozzák meg. Ha úgy kérdezünk, hogy hol jártál tegnap? Honnan indultál el? Hová tetted a tolltartómat? Akkor ezekre a kérdésekre olyan szavakkal tudunk válaszolni, amelyek a cselekvés helyére utalnak. Például a nagymamámnál jártam tegnap. Otthonról indultam el. Az asztalra tettem a tolltartódat. Ám ha a mikor ébredtél fel, és meddig fogsz ma tanulni kérdésekre akarunk felelni, akkor bizony az időt határozhatjuk meg általa. Ebből következik tehát, hogy az időhatározó a cselekvés, történés, létezés idejét határozza meg. Kérdései a mikor, mióta, meddig. Mint minden határozót, az időhatározót is hullámos vonallal húzzuk alá, és betűjelzéssel is jelöljük, hogy meg tudjuk különböztetni a többi határozótól. Fontos vele kapcsolatban még, hogy ugyanúgy, mint ahogyan a helyhatározóra, az időhatározóra is jellemző az irány hármasság, vagyis három dolgot jelöl: az előzményt, a tartamot és a véget, és ezáltal megkapjuk a cselekvés történés időtartamát. Hogy megnézzük, megértettük-e, mi is az időhatározó, próbáljuk meg együtt megkeresni az adott mondatokban. Szeptemberben elkezdődött az új tanév. Úgy kérdezünk az időre, hogy mikor kezdődött el az új tanév? Szeptemberben. Napok óta sok feladatunk van. Mióta van sok feladatunk? Napok óta. Holnapig mindent befejezünk. Meddig fejezünk be mindent? Holnapig. Ebből is láthatjuk, hogy az időhatározót ragos és névutós névszóval, valamint határozó szóval is kifejezhetjük. Alsóból már ismert számotokra a névszók fogalma. Névszóknak nevezzük ugye a főnevet, melléknevet, számnevet és a névmásokat. Nagyon fontos helyesírási tudnivalók az időhatározóval kapcsolatban, hogy az órakor szó bizony rövid, vagyis egy K-val írandó, hiszen az óra főnévhez kapcsoljuk a kor időhatározó ragot. Mi a helyzet azonban akkor az ekkor és az akkor szavakkal? Itt azért van hosszú, vagyis 2K, mert az ez-az mutató névmáshoz kapcsoltuk hozzá a kor ragot, és a Z hangunk teljesen hasonult, ezért írjuk hosszú K-val. A rögtön szóban K hangot hallunk, de G-vel kell ejteni. A tavaly elipszilonnal írandó. A régóta és a nem sokára szavakat egybeírjuk. Azt, hogy májusban, azt azért emeltem ki számotokra, mert tudni kell, hogy a napok és a hónapok köznevek, tehát kis kezdőbetűvel írjuk őket. Amikor dátumot írunk, akkor tudjuk, hogy az év, a hónap és a nap után is pontot teszünk, ám ha toldalékoljuk, például a 24-én esetében, akkor a pont a toldalékoláskor elmarad. És az óra-perc meghatározásra elég sokféle variáció lehetséges, a feltüntetett mindhárom variáció helyes. De ha bármiféle helyesírási kérdésetek van, valamiben nem vagytok biztosak, akkor a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott a Magyar Helyesírás Szabályai című könyvből mindenre választ kaphattok. Lássunk most néhány feladatot a nyelvtankönyvből. Rajsli Ilona és Takács Izabella szerkesztette a Magyar Nyelv, Gyakorló Nyelvtan az általános iskolák 5. osztálya számára című tankönyvet. Erre lesz szükségetek a folytatásban, és a 24.-25. oldalon találhatjátok meg az időhatározóra vonatkozó feladatokat. A harmadik feladat, fejezd be a mondatokat. Az órák mikor kezdődnek az iskolában? Hát például az órák 7:30-kor kezdődnek az iskolában. Meddig vagyunk az iskolában? Én azt írtam, hogy 12:35-ig vagyunk az iskolában. Mikor nincs tanítás? Hétvégén nincs tanítás. Az iskolai órák mellett mióta járok biológia szakkörre is? Az iskolai órák mellett szeptember óta biológia szakkörre is járok. A következő, a negyedik feladat, bővítsd a mondatot a kérdésnek megfelelően, tehát a mikor kérdésre felelő mondatrésszel kell bővítenünk a Viola a kutyájával játszott mondatot. Mikor játszott Viola a kutyájával? Viola délután a kutyájával játszott. Zoltán madárfütyre ébredt. Mikor? Zoltán reggel madárfütyre ébredt. Alig látszottak az útszegélyt jelző vonalak. Mikor? Az éjjel alig látszottak az útszegélyt jelző vonalak. Attila érdekfeszítő történetet mesélt. Mikor? Tegnap Attila érdekfeszítő történetet mesélt. A hatodik feladat lesz a következő, amelyet közösen megoldunk. Bővítsd a mondatokat a zárójelben megadott mondatrészeknek megfelelően. Elemezd is őket, tehát itt már elemzésre is szükség lesz. Laci tanul. Ezt a mondatot tárggyal, helyhatározóval és időhatározóval kell bővítenünk. A tárgy kérdése ugye kit, mit, kiket, miket. Tehát Laci biológiát tanul. Mit állítunk? Tanul, két vonallal húzzuk alá az állítmányt. Ki tanul? Laci, egy vonallal az alanyt, és mit tanul? Biológiát, szaggatott vonallal jelöljük a tárgyat. Most helyhatározóval bővítjük. Laci a szobájában tanul. Mit állítunk? Tanul, ki tanul? Laci, és hol tanul? A szobájában, amely helyhatározó, hullámos vonallal jelöljük, és betűjelzéssel is aláírjuk. Időhatározóval pedig úgy bővíthetjük, hogy Laci délelőtt tanul. Mit állítunk? Tanul, ki tanul? Laci, mikor tanul? Délelőtt. Egyébként egybe is sűríthettük volna mindhárom bővítményt, úgy is mondhattuk volna, és írhattuk volna, hogy Laci délelőtt a szobájában biológiát tanul. A következő: a lányok játszani fognak. Tárgyal, helyhatározóval és időhatározóval kell bővítenünk. A lányok szerepet fognak játszani. Mit állítunk? Fognak játszani. Kik fognak játszani? A lányok. És mit fognak játszani? Szerepet. A lányok játszani fognak a színházban. Mit állítunk? Játszani fognak. Kik fognak játszani? A lányok. Hol fognak játszani? A színházban. Ez lesz a helyhatározónk. És szombaton a lányok játszani fognak. Mit állítunk? Játszani fognak. Kik fognak játszani? A lányok. Mikor fognak játszani? Szombaton. Ez az időhatározónk. Itt is mondhatnánk akár egy mondatban is mindhárom bővítménnyel. A lányok szombaton a színházban szerepet fognak játszani. A helyhatározó és az időhatározó gyakran azonos elemekből épül fel. Ugyanazok a ragok és névutók segítségével mindkettőt ki tudjuk fejezni. Lássunk néhány példát, ez a 25. oldalon a 7. feladat. Helyhatározóként ott szerepel az a szó, hogy uszodában, és a ban rag van kiemelve. A ban rag azonban időhatározóhoz is járulhat, időhatározóként elemezzük azt a szót, ha olyan kifejezéshez illesszük. Mikor? Például gyerekkorában. Kertben a ben rag mikor? Például decemberben. Hová? Kilátóra. Mikor? Virradóra. Hová? Tetőre. Mikor? Ötre. Hol? Eresz alatt, akkor helyet fejez ki, viszont ha azt kérdezem, hogy mikor? Például óra alatt. Lássunk most néhány egyéb feladatot, amelyhez előkészíthetitek a füzeteteket, és akár írhatjátok is az adott mondatokat, elemezhetitek velem, ezáltal is gyakorolhatjátok a tanult mondatrészeket. Fogalmazzunk a képek alapján időhatározót tartalmazó mondatokat. Elemezzük őket, és készítsük el az ágrajzukat, vagyis a szerkezeti ábrázolásukat. Látható egy lány és egy fiú iskolatáskával a hátán. Én azt a mondatot írtam, hogy szeptemberben a diákok iskolába indulnak. Mit állítunk? Hogy indulnak. Kik indulnak? A diákok. Mikor indulnak? Szeptemberben. És a mikor ugye az időhatározó kérdése, tehát időhatározó lett. És hová indulnak? Iskolába, amely a cselekvés helyét fejezi ki. Most elkészítjük ennek a mondatnak a szerkezeti ábráját. Mindig a mondat fő részeit, vagyis az alanyt és az állítmányt emeljük először ki, vagyis a mondatunkból a diákok indulnak. Úgy kérdeztünk a szeptemberben szóra, hogy mikor indulnak? Szeptemberben indulnak. Tehát az időhatározót az állítmánnyal együtt mondom ki, éppen ezért az ábrázolásban az állítmányhoz kell kapcsolnom. A helyhatározóra úgy kérdeztünk, hogy hová indulnak? Iskolába indulnak, szintén az állítmányhoz kell kapcsolni a helyhatározót. Következő képünk, amelyről én a következő mondatot írtam: anya este mesét olvas. Mit állítunk? Olvas. Ki olvas? Anya. Mikor olvas? Este. És mit olvas? Mesét. Szerkezeti ábrázolása, alany és állítmány, vagyis anya olvas. Mikor olvas? Este olvas, az időhatározó az állítmányt bővíti, és mit olvas, szintén az állítmány segítségével kérdezek rá a tárgyra, mesét olvas, tehát a tárgy is az állítmány bővítménye lett. Alkossunk mondatokat a szavakból, majd elemezzük őket. Egér, macska, a, az, udvar, megfog délután. Hát ez így szavak halmaza, mondattá kell alakítanunk, amelyhez ugye toldalékokat alkalmazunk. A macska délután megfogta az egeret. Mit állítunk? Megfogta. Ki fogta meg? A macska. Mikor fogta meg? Délután. És mit fogott meg? Az egeret. Szerkezeti ábrázolás szerint alany állítmány, vagyis a macska megfogta, délután fogta meg, és az egeret fogta meg, vagyis az időhatározó és a tárgy is az állítmányt bővíti. Hétkor felébred Kati ma. Alkossunk ebből is mondatot. Kati ma hétkor ébredt fel. Mit állítunk? Ébredt fel, és ezzel kapcsolatban oda kell figyelni arra, hogy az igekötő az ige után került, ennek ellenére ugye természetesen egy mondatrészként elemzem, mert a felébred igekötős igét illesztettem a mondatba. Ki ébredt fel? Kati. Mikor ébredt fel? Ma. És mikor ébredt fel? Hétkor. Jön a szerkezeti ábrázolás, alany állítmány, Kati felébredt, ma ébredt fel, és hétkor ébredt fel. Összegzésként elmondhatjuk, hogy a mai órán megtanultuk az időhatározó, a cselekvés, történés, létezés időpontját, időtartamát fejezi ki. Kérdései mikor, mióta, meddig. Hullámos vonallal húzzuk alá, és betűjelzéssel is jelöljük, és azt is megállapíthatjuk róla, hogy rendszerint az igei állítmánnyal alkot szószerkezetet a szerkezeti ábrázolásban is oda húztuk, azzal együtt jelöltük, az állítmány bővítménye lett. Házi feladatként a figyelmetekbe ajánlom a gyakorló nyelvtan 24. és 25. oldalán a 2. és az 5. feladatot. Emellett pedig mellékeltem nektek néhány linket, amelyen érdekes időhatározóval és a már tanult mondatrészekkel kapcsolatos feladatokat oldhattok meg játékos formában. Én ezzel megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, további eredményes munkát kívánok nektek. Viszontlátásra!